Máté Péter, a Fidesz szekszárdi önkormányzati frakcióvezetője élt a lehetőséggel és egyeztetett Ács Rezső polgármesterrel. Bomba Gábor, az éjjel szekszárd frakcióvezetője viszont nem volt ott. Bár azt mondja, az ötlet nagyon jó, régóta várnak rá, november óta ez az első ilyen ajánlat. Előbb viszont a hivatallal szeretnének egyeztetni, hogy a költségvetés soraiban szereplő összegek mit akarnak pontosan. A költségvetés tervezett kiküldésre került, tervezetként, és ezt a tervezetet a meglevő egyensúly fenntartásával esetlegesen lehetne változtatni, én szeretném is változtatni. Tehát van olyan észrevétel nekem is, amivel nem értek egyet. Bomba Gábor arra is javaslatot tett, hogy az álláspontjuk kialakítása után egy nyilvános televíziós vitában mondják el gondolataikat és elképzeléseiket a felek szekszárd jövőjéről, és hogy ennek érdekében milyen költségvetési tervezetet szeretnének elfogadtatni. Most kaptunk egy PDF fájt, amit se szerkeszteni, se átszámolni, semmit nem lehet vele. Úgyhogy én gondolom, szívesen vitázok majd a költségvetésről is, ha már van egy kialakult álláspontunk, akkor el tudjuk azt mondani, hogy mit miért változtattunk meg. Most jelenleg még meg sem ismerhettük azt, hogy mi a tartalma a polgármester úr által másfél hónap alatt elkészített költségvetésnek. Ács Rezső azt mondja, azokat az irányokat tartalmazza a költségvetés tervezet, mely az elmúlt években is meghatározta a város gazdálkodását. Azért tartom fontosnak, mert akkor legalább le tudunk ülni egy asztalhoz, ha most már egyébként nem tudunk leülni, csak a nyilvánosság előtt sose tudunk semmit megbeszélni, akkor legalább itt meg tudjuk beszélni a dolgainkat. Szerintem nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb módja, de ezt is vállalom, hogyha erre szükség van, vagy a polgármester úr partner benne. A városi költségvetést a törvény szerint a hivatal készíti el, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé, viszont a többségnek kell elfogadnia. Miután kiderült, a többséget adó éjjel-szekszárd frakció még nem látja a számok mögött lévő pontos tartalmat, és több bizottság is úgy foglalt állást, hogy a közgyűlés egyelőre ne tárgyalja a költségvetést. A februári rendes közgyűlésen szinte biztos nem lesz még elfogadott büdzséje a városnak, és az is majdnem biztosra vehető, hogy nem olyan költségvetést fogadnak el végül, amiért a polgármester előterjeszt. Lesz lehetőség arra, hogy módosítsák az egyes sorokat, de egyet tudni kell, egy zárt rendszer, egy költségvetés, és a bevételeket viszonylag pontosan lehet megtervezni, és azt nyilván a város vezetésének kell eldöntenie, hogy milyen kiadási irányokat tart fontosnak, és milyen kiadási tételeket tart fontosnak. Itt gondolok például a város üzemeltetésre, illetve a köztisztaságok adott összegekre, hiszen azt látjuk a városon, hogy azért ebben a kérdésben jelentős előrelépésre lenne szükség. A törvény szerint március közepéig van ideje a közgyűlésnek, hogy elfogadja a város éves költségvetését.